Úgy hírlik, baj van a krumplival. Egyes előrejelzések szerint a folyamatosan csökkenő vetésterület, illetve az alacsony tároló kapacitás miatt január végéig, február közepéig tartja a magyarországi burgonyatermés. Sok helyen már most is az importáru foglalja el a magyar piacot, ráadásul a tavainál jóval magasabb áron. A drágulás már az előző év második felében megkezdődött, miután sem a hazai, sem az Európai Uniós termés mennyiség nem alakult jól. A hévízi termelői piacon megtudtuk, hogy a tavalyi időjárás nem kedvezett a burgonya termésnek, amely nem hozott olyan termés átlagokat, mint amennyit elvártak volna. Tudtuk meg a szakértőtől. Saját véleményem az, hogy megéri burgonyát termeszteni, minél előbb és minél több fajtát érdemes termesztenünk. A legkaposabb a kifli krumplink volt, ez somogyi kifli krumpli, a Keszthelyi Egyetemről szoktuk a vetőmagokat beszerezni. Karácsonyra gyakorlatilag az egész tavalyi termés sikerült nagyon jó áron értékesíteni. Mára már, mint látszik, a vége maradt nálunk is a krumplinak, alá tudom támasztani ezt az országos burgonya hiányt. Szinte bármennyit el tudnánk adni, ha lenne otthon a pincénk, de sajnos mi is kifogyunk lassan a készleteinkből. A piacon az áremelkedés alig volt észrevehető, a minőséggel pedig egyértelműen elégedettek a vásárlók. A minőségével igen, nagyon. Úgy látom, tehát talán egy kicsit drágának tartom egyik-másikat, de a minőség az nagyon jó. Az időjárási körülmények miatt a burgonya mellett a petrezselyem, illetve a sárgarépa termése hozta az elvárt szintet. Tudtuk meg az őstermelőtől.